A Real Madrid csapatát dirigálta Pintér Bence, igaz csak a Méhecskék nyári focitáborában, ahol a kisgyerekek egy-egy híres csapat nevét vették fel. Az egykori méhecskés évek óta visszajár a táborba segíteni. 13 és fél évvel ezelőtt kezdtem el focizni itt a Méhecskéknél, és azt tudom, hogy eleinte még nem szerettem volna focizni, de aztán, mivel itt laktunk az utcában, így viszonylag könnyen jött az, hogy én focizni szeretnék, és nagyon hamar a szerelmemmé vált a foci, nagyon megkedveltem ezt a sportágat, édesapám is edzősködik, úgyhogy a család miatt is evidens volt a foci. A Méhecskék után jött egy nagyobb egyesület. Most már a tanulmányok is a sport irányába mutatnak. Talán kicsit fontosabbá is vált, mint a foci. 2011. januárjában igazoltam a Vasas Akadémiához, a Kubala Akadémiára, ott játszottam 2,5 évet, ott sajnos nem úgy alakult a sorsom, ahogy szerettem volna, és utána egy kisebb csapat, az a 3. kerület TV-hez kerültem. Testnevelőtanár és fociedző szeretnék lenni. A fociedző az édesapám miatt is, nekem nagyon megtetszett, ahogy ő csinálja, és a focihoz ez a legkönnyebben köthető dolog, valamint a foci edző mellé a testnevelő tanár az, ami nagyon jól párosítható. Nagyon sok edzőm volt, akik testnevelő tanárok és foci edzők is, és mivel a sport az életem, ezért ez a kettő dolog, ami igazán érdekel. Középiskolás korában jött először már segítőként a nyári foci táborba, aztán itt ragadt. Ez az 5. táborom. Először a középiskolai önkéntes munka miatt kezdtem el itt dolgozni. Úgy gondoltam, hogy a kellemest a hasznossal össze lehet kötni, és mivel később edző és testnevelőtanár szeretnék lenni, így egy jó tapasztalatszerzés is a gyerekekkel foglalkozni. Most már külön csoportot, külön feladatokat is bíztak Pintér Bencére egykori edzői.